Itten vagyok már, a joiningolok a lobbiba. Na, téged várlak akkor. Na, még nem adsz képet. Ah. Tessé. Adj képet magad mellett. Jó. Zöld vagy. Joining session. Sissi. Tetszik. Na, ezt a festést vettem, ezt az amerikai festést. Ready up. Jaj! Javaj. Semmilyen szűrő. Hát remélem, megszólalt a mikrofonod a ja, tévéből, de ilyen semmilyen szűrő, tehát olyan, mint ilyen... Mútoljam? Én most mútoltam magamat. Ott. Ready up. Na, szerintem itt most így jó lesz. Ezt a pályát nem kedvelem, úgyhogy nem annyira örülök neki, de túl kell lenni ezen is. Nem rossz amúgy szerintem, de tényleg tricky. Tricky triangle. Danny Hamlin mi? Megcsinálta. Developációk. Sprint futamunk 91% eső. Igen, azt néztük, hogy az... Igen, az úgy jó. Szóval, milyen új videót indítottunk, az előbb elmondtuk, csak elbaszódott a játék, hogy azért diszkvalifikáltak. Lehet, hogy elmondtuk a végén az előző videónak, de mindegy. Most elhatároztam egyébként, hogy videósorozat lesz ebből, és ennek ez lesz a külön... Egy külön borítóképe lesz, amit Krisztián megcsinált, és köszönöm szépen neki. Nagyon vicces. Ha lehet majd variálni a borítógépet, nem akarom Árcsádban elvenni a kenyerét. Nem, én mondtam neki, hogy... A fejemben volt egy ilyen humoros... Nem, én mondtam neki, hogy ő amit csinált, az ha live-ozunk belőle, akkor az lesz használva, de én videósorozat nagyon ritkán mondtam. Legutoljára olyan videósorozat, ami tényleg csak videósorozat volt a csatornán, az T-Max-el volt, aki az oroszországi világbajnokságot végigjátszottuk a FIFA-ba, de minden meccset így online, és az volt, ami kifejezetten videósorozat volt, és semmi live nem volt belőle, csak videósorozat, szóval ezt én videósorozatnak szállom, de ha live-ozunk, akkor meg nem ezt kéne majd vinni. Szóval abba, mit tudom, én T-Max-ék is jelezték, vagy mondták egyébként, hogyha lesz megint valami akció, hogy ilyesmik érdekli őket is a játék, úgyhogy majd velük is indíthatunk valamit. Az is jó lesz szerintem, ha többen vagyunk. Úgyhogy ez egy ilyen privát videósorozat. Go to next session. Az Aston Martin viszontagságairól. Na. Azerbajdzsán. Nagyon creepy, hogy csak akkor mozog a Kenny Loggins, amikor beszélsz. Ugye? Zseni. Mondja és énekel. Play, yeah. Play with the boys. Na, hát mit kell? Egy rész, tehát egy qualifying pace jó van, hál' Istennek fuel management nincs. Szóval egy izének örültem volna egy pálya akklimatizációnak. Bár az meg, ugye megállapítottuk, hogy alkalmatlan a pálya megismerésére. Igen, nem a legegyszerűbb. Az a mód. Olyan hangos vagyunk és nagyon behallatszódik. Egyenlőre nem. Race strategy. Nézek egy rácse stratégiát akkor. Viszont, várjál most, ájjájáj, hogy lesz most? Egyedzésünk van? Vagy hogy van ez most? Minden most kéne csinálni? Mert ugye a sprint hétvége van, ez mit akar? Igen, a következő lesz a... Ja nem, le... Aha. De az mire kvalifikál? A sprintre. A sprintre. Nem a... Igen, már nyomtam egy ilyet, nem az idei rendszer szerint. Csinálják. Nem, akkor ez még az a quali lesz, ami a sprintre kvalifikál, és akkor a sprint verseny sorrendje lesz a rajt a nagy versenyen. Azt hiszem, a sprint verseny befutó sorrendje lesz a versenynek a sorrendje. Az volt az első verzió. Jó. Lap
pista deve ancora gommarsi. Vagy nem? Di mantenere un basso profilo per un paio di giri. Most bocs, most kanyarodtam. Mi volt a történet? Hogy a régi rendszer szerint, az első rendszer szerint a sprint versenybe futója lesz a nagy verseny. A verseny sorrendje, igen, azt hiszem úgy van. De lehet, hogy azóta lefrissítették és már az régi rendszer szerint van. Nem, mert akkor egyedzés lenne. Akkor kettő Palinak finálnie. Igen. Baszd meg, hogy enged ki, hát komolyan mondom. Hát elmentem a Rottenbiller utcába, baszd meg. Olyan. Utálom ezt a kiengedést. Mindjárt diszkvalifikálnak, baszd meg. Igen, nem egy visszafelé semmiképpen. Tolattam csak. Jó. Megúsztuk. Amíg nem járt a 3-as metró, addig trolival minden reggel a Rottenbiller utcán mentem, és mindig eszembe jutott Pali. Jaj, a kerekem! Azt a kurva terminál és mindenit. Tehát közé megint nagyon jó lesz neked. Nekem kiváló lesz első mért körömön. Pedig jó volt. Ugye átléphetünk a következő sessionre. Na, nyomj egy legalább valamit le. És indítottál valami ízét? Igen, egy race strategy. Picsába. Kellett volna csinálni, mint a profik, amikor láttam, hogy nem lesz meg a féktáv, akkor kiengedni a fotóba. Nem, hát mondom, csak meg lesz. De inkább úgy csináltam, mint a csekú. Benne a falba. Ez a kanyar, ez kurva jó megvolt. De miért nem indult program? Nincs program. Igen, nem indult. Basszom nem program, se. Kérdés, hogy mikor lehet váltót cserélni, vagy neki menjek ilyen ezzel a szarváltóval? A sprint futamot még kibírja? Nincs értelme nyúzom egy autót program nélkül. Az a nagy helyzet. Tényleg vigyázni kell ezzel az autóra, beszarok. Hogy erre készített a játék, de tényleg. Mi volt? Opera énekes leszel? Mi volt ez a hang? Hát, néztem, ahogy... Ja nem, gyökkettővel mentem amúgy, azért könnyű el az autó. Mivel mentél? Gyökkettővel, tehát az ég... Nem full tempóval mentem be. És neked nálad a képen ott zöld színű az autó, nálam meg ilyen kékszor minden. Lehet, hogy ez már fémi beállítások miatt van. Uh-huh. Nálad melegebbek a színek, már mint a Discordon, ami visszajön. Jobban tetszik, ahogy nálad kinéz, ugye átállítom a tévét. Ja, meg pont a Jeddai izén is javítottak, a patch notes-ról jutott eszembe még, hogy Jeddában a pit limit sebesség nem volt jó. Állítólag. Ami marhára mondjuk nem zavart a játék közben, csak
Valószínű, hogy nem volt a valóságnak megfelelő. Na akkor indítsak egy programot, nem gond? Indítsad, nyomjad. Ja, sima drive out-tal jöttem ki, nem így. Legalább akkor az egyiket megcsinálom. Állítod a tévét? Nem látom, hogy lenne különbség. Kickzotic retired from the session, hányszor fogja kiírni? Tékosítja, hogy fájjon. Jaj, valaki jön, bazd. Miért köröm van? Csekú. Most egy melegebbre vettem. Kezd hasonlítani a Discordra. Egy melegebbre vettem, megjelentek a Pride zászlók. Hol vagy? Hogy érted ezt? Ja, meg vagy, jó. Nem láttam, nem találtam itt a neved. Zöldebb lett a jármű. Még mindig sokkal melegebb színű minden. Mondjuk, várjál, sejtem mi lehet. Az kizárt, hogy amit itt látok képet, az egy HDR kép. Ja, nem HDR, az biztos. Nincs bekapcsolva a HDR, pedig alkalmas el monitor. Nálam meg HDR-be van, automatikusan ugye felismeri a TV, meg az Xbox is, aztán alapból a játék HDR üzemmódba nyomja, úgy meg teljesen mások a színek maga. Nekem a HDR nem annyira adja ki. Ez lehet, hogy ki se tudom kapcsolni. A izénél néz ki kurva jól a HDR, a Fortnite-nál, meg a... Ott ugye nagyon extrém, meg a Red Dead Redemption-nél meg nagyon szép filmes lett. Aha. Igen. Jó. Nem, de... Jó, oké. Jó. Megzavartak. Olyan infókkal, nem tudom miért nem várhatott volna. De a... Ácsó. Csapatmérnök? Orosz Ágnes? Így van. A marketinges, vagy mi a... A fizióm. Thank you.
Csakó, ez így nem lesz jó, baszom adásra, nézd meg! Látom. Megbasztam. Mindegy, ez még így lenyomható az a program. Nem szakítjuk meg. Megint a kislábúj kuplung baleset történt majdnem meg. Juszt a kurva! Figyelj, nem lett semmi baja. Kösz. Ezt hallottam. Ercsát. Az... szorult a farpofám, bazd. Majdnem nyomta egy lökit. I'm stupid. Jó, belefér. Az az ijesztő, hogy ezeken a pályákon, ahol vannak a szűk részek, nem történt még nagyon kapadosan. Igen. Tudom elképzelni, hogy hogy. Mert szerintem elég sok a multifaktor, hogy nem történt még ilyen. Mondjuk hozzáteszem, hogy azért vannak persze mechanikai failure-ök vagy problémák, de közel sem olyan gyakori, mint 20-30-40 éve. Tehát sokkal úgymond megbízhatóbbak a járművek. Tehát nincs ilyen, hogy elszáll a, mondjuk mint például a NASCAR-nál, hogy hát tudunk róla, hogy a nem tudom milyen féktárcsa van, és az a lényeg, hogy nem a szabályzat nem engedi a strapabíró féktárcsát, ezért mindenkinek ugyanolyan szar féke van, és volt egy verseny, ahol zsinórban így körönként így elérte azt a kört, hogy nem bírja tovább a fék, és így szétrobbant a tárcsa. És így páran, akiknek elmelegedett a féke, azok így csapódtak a falba. És nem tud csinálni semmit. Tehát ilyen problémák. Csak az a baj, ilyet nem engednek, akkor ehhez autót kéne folytani. Mert ugye a kamion, Európa bajnokságon is ugye a kamionok bírnának kurva sokat menni, de pont a fékek miatt 160 km/h vannak maximalizálva. Hogy ne fékek na, kibírják. Annyit mondott, hogy, hogy nem lehet nem karbon, vagy mi a tökökből van a fék, mondjuk a Forma 1-nél, hanem sima. Hát, hanem, mert stock racing, stock car racing igazából, ott sem karbon a fék, nem? Az utcai autóba. És hogy nem bírja. Annak ennyi a max, amit kibír. És olyan pályán van, ahol ez így netsz, akkor ott előfordul. Hát
Nagyon jó lesz a qualifyingon megtanulni a pályát. Hallak. Mert külön hangereje van a képnek, amit kiadsz, meg a mikrofonnak. Ez jó. Na jó. Akkor megnézem az eredményt gyorsan, és akkor vitájörülök. A második legjobb idő utánad az 1.49.883. Uh-huh. És... és elmentek az is médiumon. Vett a Russell-től. Upsi. Azt javítaniuk kell. Rácsúsztam egy kicsit, de úgysem megyek már most ebbe. Most nem nyomhatom tövig. A váltó meg a motor is már arra volt. Igen. Mindjárt rá kell nézni. Lehet, hogy ez már sprintet sem bírja ki. Van 9 és 75, akkor meg szerintem kibírja. Szerintem is. Yes. Oké. 5x5, jó. Akkor ennyi. Abbiamo perso tempo per riparare i danni della vettura. Oké. Imádom ezt a dallamos olasz beszédet. Oké, akkor retire, újra gumizódom. Oké. Most akkor következik a qualifikáció. Masszázsal egy qualifikáció. Ez az volt. Igen, ez nem is mondtam, hogy olaszul fogok. Baku circuit. Don't get lost and don't get caught out in the castle azt, section. Azt nekem is megírta, de hát... Uh-huh. Kösz az infót. Még mindig main target vagy, az a lényeg. Ó, ez egy vánsát kvali, hello. Csak mondom.
Tehát ez egy köröd van, tehát egy mért köröd van, csak mondom. Nem tudod még átváltani? Nem, mert a sprint hétvége miatt szerintem ez ilyen. De nem ott, hanem előbb, ahol voltál, ott van a... Egyek híjebb. Itt? Ott arra már nem lehet rámenni, ami ott a sarokba mutatja a session hosszakat, meg minden. Ott már fix. Melyik sarokba, he? Hát itt a jobb. Jobb felső, ott van qualifying format, van shot, és ott van kettő fülecske alatta. Ja. Nem, ez csak ott közli. Nem, azért van, mert sprint hétvége, és nem. Itt ilyenkor sprint hétvégére nem is volt olyan lehetőség, hogy beállíthassuk. De jó lesz. A sprint hétvége miatt ilyen a quali. A sprint verseny meg maga a főverseny qualia, úgyhogy... Tét nélkül meg összejöhet. Persze. De van shot annyit jelent, hogy van egy... Hát egy nem, már megkapod a flying rappet a kör végén kb. Igen. Go to track. Car setup. Maradunk így. Igen. Az egyenesbe kapom meg. Igen. És nem akadályozzuk egymást. Senki nincs a pályán, az a lényeg. Ennyire? Hát, igen, volt már egy bukóterem, ahol ja. Vissza kellett tolatnom, szóval... Igen. Hát jó, erről sem tehetsz már megint, úgymond. Hát de, mert hát ha előző practice-ben nem nyomd a szalba, akkor... Mondom, hogy a szezon közepére. Ez azért szoros volt. Hát Hungaroringre belejövök szerintem. Jó, van, hát legfeljebb nyomunk majd úgyis egy másik szezon, de hát ez még hosszú ez is. No, szoros volt. 0-165. Eléggé. Az első öt, az elég közel volt pár tizedre.
nem belül. Hamilton. Ja, most a rivalizálás, ugye. Igen. 5 versenyig tart a rivalizálás, úgy mutatja. Viszont akkor most practice 2 jön most, igen, akkor most van lehetőség gyakorolni. Kicsit ismerkedne a pályával, ja. Qualifying. Nekem most még be is szólt a Emma, hogy hát nem szereztem elég resource pointot már, hogy alig mentem a pályán. Hát onnan Emma, az info. Qualifying pace ez egy kör, most akkor nézzük egy tire managementet. La pista deve ancora gommarsi, esce e fatti qualche giro per portare le gomme a temperatura. Vediamo come va. Szerintem most téged kéne hamarabb engedjen, nem? Ja, meglátjuk. Nem. Nem. Tényleg csak azon múlik, hogy kinyom hamarabbra. Azt hittem nézik a pálya haladás irányát. Váltót mondja, hogy lehet, hogy problémás lesz. Aha, egy sebességem nincs meg. Lehet, hogy itt váltócsere lesz a sprint futamra már. A 4-es nincs.
A tire managementnek jó is, hogy nincs egy sebességi fokozat, mert... ott nem tapasztja annyira. Hát ugye nincs 4-es, ezért 5-ösbe rakja, és lassabban gyorsul, lassabban... tehát kevesebbé fejt ki úgymond erőt a gumira, mint a 4-es is meg lenne. Ma visszajött a 4-esem közben. Történt már, hallom, de mi is. Kimentem a bukótérbe, majd neki tolattam a technofalnak, hogy ki tudjon kanyarodni. A gyakorlatot ezzel még le tudom nyugni. Hiszem, hogy komoly a baj. Ez is remélem. Tudoda. Nem hiszem el. Jó, lehet, hogy mégiscsak be kellett volna jönnöm a pitbe. Mi történt már megint? Izé, retire? Hát lehet, hogy nagyobb volt a damage a hátsó szárnyon, és a legnagyobb tempós kanyarba így... nem akarta a kanyart, amit eddig akart. Aha. Kurva szárnya. Az a sima íves kanyar. A vége fele? Aha, a célegyenes előtti utolsó éves kanyar, ami gond nélkül beveszed, itt most elrepültem. Gondolom nem volt leszorító. Én megkockáztatom ezeket a... még 43 kört ír lifespannek, expected lifespannek. Akkor most retire-öltél megint? Hát, meghaltam, igen. Uh-huh. A marsalokkal sétálok vissza valahol a pálya szélén. Qualifying pace az egy lap, megpróbáljam, hogy meg legyen. Legyen resource-unk. Completo, siamo pronti. Ragazzi, indietro. Nem nyomom ki a szemét most. Sektorban kúsan. Lassú voltam, de Norris átment rajtam. Rajtad át tudod menni, engem meg diszkvalifikálod.
Ja nem, először csak büntetést kaptam a Science miatt. Mi történt? Tudod a zsú? Japán és kínai. Miről beszél? Jó van, jöjjön. Biztos. Majd előtte mutasd meg, hogy ki az. Lába vagy. Nagyon kedveli. Itt feküdtem neki a falra. Na, gondoltam, hogy erről beszélsz. Elég tempós. A racing line nem volt meg. Nem. Ne. Na, de. Most kipróbáltam. Na, jó. De akkor jó. Nem tudom, miért később kipróbálta ki. Nem tudom, de akkor igazából már nyomhatom a ezért itt is. Akkor megvan. Na, ne rángasd már. Beparkolt az árnyékba. Uh-huh. 1.46. Mi történt Hamilton ékkönt? Nagyon qualifying pace volt. Na, most igen, nem kaptam pontot. Jó, hát itt óriási boostok jönnek, hello. Végén már ők fizetnek, hogy upgrade-eljenek. Mindent leakcióznak, azt a mindent. Nézd meg, azt a mindenség. Na, sprint. Nyilván erről kell valami masszást küldeni. Pre-race. How are you feeling? Kösz. Mm-hmm.
Hát jó. Pretty intense. Ja, tényleg eső lesz. Uh-huh. Nem tudom még, mi hiányzott nekem erre a pályára. Most megint egy kis fekete képernyőzés van. Nekem is. Akkor jó. Ugyanúgy waiting for a player. Not looking good today. Very wet. Uh-huh. Ebből még piros zászló is lehet. Hát, hány kör ez a sprint? 5, 6? Azt mondja, hogy 4. 4, hát akkor itt lepiros zászlózzák, az meg. Hát egy ilyen kevés távra be se hozzák a piros zászló. Nem választottunk neked még nevet. Még mindig nem bassza meg tényleg. Itt is PL1 vagyok, azt még nem lehet megváltoztatni. Oscar Piastri, Sainz, Tsunoda, Norris, Joe, Gasly, Albon, Ocon, De Vries, Sargent, Hülkenberg, Magnussen, Bottas, and Christie. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Bazz meg. Gyönyörűen esik. Ez gyönyörűen esik. Na már Simon írja, hogy ebből lehetne stream. Ez... videók vannak. Na, car setup. Hát itt nagyon nincs miről beszélni. Na, most beállítom a car setupot. Ja nem is tudom, a park fermé van, semmit nem tudsz állítani. És egy formation lap. Ajajajajaj. Itt aztán hogy melegítesz fel bármit is? Hármas alá itt sem megyünk, csak mondom. Tehát itt... kizár dolog, hogy én itt hármasnál lejjebb váltsak. Na! Mi történt? Kukcsa. De rajta vagyok a griden, úgyhogy nem tudom, aha, mi van. Megint azt írta, hogy disqualified. Már megint, már nem csináltam semmit. Talán hozzáértem az előttem lévőhöz minimálisan, de... csak épp, hogy... beszarok, ha ebből is kizár, komolyan mondom. Jó, mondjuk ez csak 4 kör, de... nem, ebből szerintem el fogok indulni. Bevárom egy kicsit a többieket, mert... nagyon elhúztam.
ne gyere majd nekem. Már mentek, már ott vagyunk. Igen, Magnussennel itt vettem. Jó, a többiek átjöttek rajtam. Hú, bazd meg! Fade to park, de most lehet, hogy én is túllógtam. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia, porta pazienza e attendi i semafori. Én neki áthajt rajtunk. Lehet, hogy egy picit túllógtam. Hát, most kiderül, hogy csak engem zár ki, vagy... Vagy most mind a ketten megyünk a menübe vissza. Jó kis sprint futam volt. Elvileg megyünk. De lassan akarta. Caution. Kikzötik disqualified. Mi? Ezt írta. Hát ezt nem hiszem el. Megint elindulhattam. Ne vicceljünk már, komolyan mi a faszom ez a játék. És téged meg nem zárt ki, úgyhogy túlmentél? Hát szerintem túlmentem, de majd vissza kell nézni, de... Hát láttam, annyit láttam, hogy lila, aztán piros volt és visszarakott. És még ki is jött valamit. Piros volt, amikor hamarabb álltam is meg. Tehát ez ugyanúgy pirossal írja a félt. Mondom, én most nem is álltam meg a izén, hanem ő rakott oda. Csúszik, bazd meg. Jaj, miért nem beraktam nyúzba. Valamit folyamatosan a gearboxról magyaráz. Nagyon nyomod, már 2 másodpercre vannak. Mögötted. Nem merik nyomni. Működik ez a 3-asnál, nem megyek lejjebb. Tót is kímélem.
ilyen körülmények között egyáltalán nem nyílgázasak azok a kanyarok. Valaki gyorsabb volt, nem csinálta. Még majdnem egy másodpercet visszajött a harmadik szektor barát. Látom, hogy nincs jó hangja. Legalábbis itt a tévén hallgatva téged elég szörnyen veszi a sebességeket. Szerintem az csak bug. Kicsit lebasztam a szárnyat, de nem vészes. Mi? Mi? Nem látszik a replay-en semmi a szárnyon. Narancs. Megvan még, de narancs. Tudom, letörhetett volna belőle egy darab, hogy látszódjon. Miért le is kell rakni kettőbe. Nagyon itt van rajtam, bazd meg. Egy másodpercen belül. Mondjuk DRS nincs, de nem vettem azt se nyílgázon, amit eddig nyílgázon vettem. Annyit számít. Nem csak egy komoly kanyar a többi már egyszerű. Amúgy. És kaptad a Driver of the Day-t is. Yeah! És a megtiszteltetés. És megnézem, hogy engem most mély basztak ki, mert ez most... Az engem is érdekel. Race Director. Reversing of the start line. Hát ezt nem hiszem el.
ugyanaz. Reversing off, hát ez oké. Okay. Istenem, mi a faszt lehet mondani? Tudom, majd rákeresek. Én vagyok béna, vagy ez valami bug. Na de most. És nem is lehet cserélni váltót, vagy kiveszem a pár ferméből, vagy valami? Tényleg ilyen komi. Mert kérlek, alássan a gearbox az 81. Hát mindig van benne 37 lap szerinte. Annan nyors utolsó helyről indulok ugye, és azt mondja, hogy hát my side of the garage is in fact the best side of the garage by finishing miles ahead of kis gepcse. Beaten by a minute or more and there's a cookie in it for you. Köt. Na jó, nem cserélek semmit még. Még ki kell bírja. Meglássuk. Ez a véleményem. Azer-Balkán. Vagy módosítsuk, lehet, hogy következő versenyre módosítsuk, hogy vegye át az irányítást a végén. A Formation lapnél. Nem kell, itt rá kell jönni, hogy mit passzok el. With 20 turns and a length of 3.7 miles, Baku City Circuit in the heart of the Azerbaijan capital is a real test of a driver's endurance, patience and precision. 90 degree corners through sector 1, leading to a tightening uphill sprint as we start to circle around the old city. Then a 1.4 mile chase flat out through sector 3 towards the finish line. It's time to see how we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. In pole position, it's an Aston Martin, and it's Charles Leclerc in P2. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Verstappen, Russell, Perez, Oscar Piastri, Sainz, Piastri, Tsunoda, Gasly, Joe, Norris, Albon, De Vries, Hülkenberg, Ocon, Magnussen, Sargent, Bottas. And Christie. Anderson. Now, Sergeant. It's almost time for lights out, so let's go down to the track. Anthony Davidson is with us in the commentary box once again. The drivers are working so hard on these cars, and you've been part of that in all aspects, developing, testing, and driving the car. Tell us about that hard work. Yes, an interesting question. They're two very different mindsets. In the old days, of course, they used to cover up to 15,000 kilometers of testing in a season, and that role would be more about working for the team, trying to help them improve the car and drive as systematically as possible, so that the data could be analyzed in the most consistent way. When lining up on the grid for a race, however, a race driver's frame of mind is all about what they can get out of the situation on that day, and the car is the tool to help them achieve those goals. No. Hát jó. Hát jó. Scalda gomme e freni per tutto il giro. Oh, wow.
próbálom nem szétváltani az agyamat. Ja, lehet, hogy nem is váltok a felvezetőkörbe. Mi? Hát itt vagyok, megyek. Ez nagyon érdekesen hangzik. Itt megyek elől. Én láttam a laptop képernyőjén, hogy nem vagy out of the session. Én leadingelek. Vezessem a tempót. Tartsam a tempót. Sembrano stabili al momento, non è direi che lemaradtam, de hogy bárkinek neki menjek. Vagy lehet, hogy ez már nálam tud valamit, hogy én már kiestem? Vagy nálad tud valamit? Én nem tudom, mit tud. Gurulok. Hát... Kisgert se disqualified from the session. Az jó. És nagyon hamar álltam meg lehet. Akkor lehet, hogy most engem is DQ-z, ha ezt kiírta. De csak nekem nem írja ki. Ugyanúgy, ahogy nekem kiírja, amikor téged DQ-zna. Kilenc. Most Exotic Disqualified, nekem ezt írta ki. Nekem is. De megy a rajt. Figye, a rajt egy... az most elindult. Igen, megyek. Mi szemel? Mi van? Megint disqualified vagyok. Bezd meg! Az is nekem is... Én meg nem. Vagyis hát én megyek. Komolyan nem értem, bazd meg. Semmit nem csináltam. Megint csak. Keresél már erre. Hogy two player career disqualifying. Hogy valamit tudjunk már meg erről, inkább akkor kezdjük újra, bazdmeg. Még nem vagyunk olyan messze. Semmi info erről. Mi csinálja? Problémák lesznek a váltóval most.
az infót kapom. Missed gears and jams. Reversing of the start line, ezt írja megint csak. Tehát ez valami visszatérő, ugyanolyan probléma. Állandóan kibasz. Jó, okon kiesett. Az a legjobb, hogy nincsen eten erre a Reversing of the Start Line DNF-re semmi. Lehet, hogy csak mi játsszuk ketten. Meg fog előzni Hamilton. Na látom. Ricorda però che è consentito solo nelle zone di RS e quando sei a meno di un secondo dal lato davanti. Mi történt? Kipörögtem. Annyira meg akartam nyomni. Találtam volna, Formation Lap, Multiplayer, Disqualification, Formation Lap, Disqualification, Entire Race. F1 23. Reverting of the start line. Igen. Ripeti, abbiamo problemi di ricezione. Pit di slap. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Hoppa, safety car, hello. Sorpassare, rallenta, mentre il gruppo si compatta, mantieni il tempo delta positivo. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Chi mehetek, vagy catchelnem kell a safety car-t. Igen, ez hiba. Nagyon jó. Ez egy bug. Ez egy bug. Hogy a utolsó játékost kibassza a versenyből, mivel utolsó vagyok. Ez kurva jól hangzik. És akkor valaki is... Valakit nem dob ki a versenyből, de a mindenki azt mondja, hogy valószínűleg a Formation Lap-el van a gond. És akkor is, hogyha nincs for... Tehát akkor egyáltalán ne legyen Formation Lap. Igen, nézek egy példát. Ez hülye, bazd meg, hát... Ajj. Olyan mondom, hogy így hogy lehet kiengedni a boxból. Na, ott van a probléma, hogy a csávó 0,2 méteren, tehát 20 centin belül megállt a jó vonalon lilába, és hibásnak érzékeli, tehát jó helyen állunk meg, akkor is hibásnak érzékeli, diszkvalifikál a Formation Lap-ből, majd utána emiatt a versenyből ismer bug. Istenem. Be
disqualified from session, igen. Sima multiplayernél is ezt csinálja. Tehát a formation lap multiba nem jó. Hát ez egy csoda. Kimentél próbálj... cserélni? Igen. Csak a sztárnyat is kellett. Ja, látom, akkor azért kerülti a végére előbb, mert én addig én kerestem itt a bajt. Meg aztán a köcsög gyorsan eresztett ki, és tolatnom kellett megint a kis utcából. Ja. Hát az a, az a kiengedés, hogy izé taposod a féket, és úgyse bírsz megállni, az vicc. Hol a tökönben van a safety car line? Most mit deltázzak? A safety car line-t kell elkapni. Előttem meg úgy megy, mint az állat. Mert utol értétek már a sort? Nem. Na, de kicsit előrébb jöttem, mert mentek ki a boxba páran. Jaja, látom. Na, most éritek utol a sort. Igen, az, ezek már a safety car előtt vannak. Már látom az egész kombolyt, jól néz ki. Jól néz ki, de legalább így most megfejtődött. Hogy akkor most meg, mit csinálunk? Akkor megpróbáljuk azt, hogy kikapcsolom ebbe a szezonba? Eleve a formation lapet? Szedjük ki, vagy, vagy akkor... kezdjünk újat. Teljesen. Formation lap nélkül. Szedjük ki a formation lapet. Mert azt írja, igen, hogy nem, nem mindig ön. Tehát, hogy téged azért nem dob ki, mert engem kidob. Hogyha én lennék a host, aha, akkor elmehetőleg téged dobnak ki. Na, jó. Hát sose, sose az dobja ki, aki hoztol. És itt többen csináltak klippeket, hogy tesztelték, és mindig újra tudták. Reprodukálni tudták a hibát, ennyi a lényeg. Hát igen, most már ez látszik, hogy mi is tudjuk. De jó, hogy ma jött patch igazából. Jó, hogy ma jött patch, és aztán nem ütöttek. Azért nem dobott ki, mert nem az utolsó helyről indultam. Aha. Értem. Tehát, ha nem 20. lennék, akkor nem lenne gond. Elméletileg. De nem értem a logikát. Hát. Ez 3 hete küldték be amúgy egyébként ezt a original posztot. 3 hete, valaki 2 hete reagált, utána 1 hete reagált. Múlt hét szerdán reagált, és van, aki 9 órája reagált League részen. Mindenki, aki eltévesztette a gridboxot, azokat kibaszták. Bazd meg! Elnéztem most a kanyar. Én miért az albont nézem, én nem téged. Nem láttam, hogy mi történt. Azt beraktad. This is some dangerous driving, man. Jó, hát most picit nyugodtabb a lelke, vagy nem én voltam a béna, hanem hát a játék. Hát így nekem is. Mert kizár dolog. Csak ez volt az egyetlen esténk, amikor játszottunk volna a héten kb. És
És megbaszta. Az IJ. Az anyját. Ja, holnap este már forgatok, szerdán megmegyek, de holnap este megyek az Árpád kinthoz. És utána onnantól kezdve jövő hét, hétfőig minden nap tele vagyok. Hát biztos viccesen néznének, ha azt mondanám így el. Szerdán, hogy akkor hoztam a kormányom, meg az Xboxom. De még nem forgatunk, addig én gyakorolok a Mustangra. Nagyon nem viselkedik már úgy az autó, ahogy kéne. Lepirosoztam a szárnyat az egyik felét. A váltó? Már minden, már felkiáltójel is van. Ja, az a szárny lesz. Hú, bazd meg, mi történt? Mi volt ez? Mi a fasz történik? Lögdös? Ne, nem lögdös, csak mi volt ez? Diffúzor sérülés. Lehet, hogy lepattantál, lekoppant az alja. Idén elméletek azt is fejlesztették, a rázókő meg a bottomingot is. Tehát az is befolyásol jobban, mint az előzőkben, jobban van szimulálva. Tehát persze én is ezt mondanám Codemasters helyében, hogy mennyi mindent fejlesztettek. Valaki essen már ki. Előlem. Közel volt. Ugye bejön mellé, de álbom már majdnem megpróbált kielőzni. Na hát... Ja, meglökött, Ábon meglökött. Éreztem. Tában el van, meg mögött a Bottas van a segélybe. Kicsit leszakadt. Csináltál egy kis vonatot. Igen, mert... Vannak technikai gebaszok. Underbody. Van minden baj. Ki is jött. Szerintem lezúzta az elejét, amikor neked ment. Ojjaj. Nagy baj van a váltóval. Nem rakja? Új. Nem rakja a sebességeket.
Nem. Ennyi. Ötösbe fölkúrja és... Ájjjjjjj. Megérkezett a konvoj. Na meg, nem tudok váltani. Most belém jön ez is, bazd meg. Hát ez így veszély, életveszély. Hoppá. Jön a ház is. A rohadék. Hülkenberg. Nem? Már nem vált? Nem, semmi. Box this lap. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Megnézzük, hogy segít-e rajta valami. Mit tudnak csinálni? Kapszul, szoftot. Sei stato un problema con la rimozione dell'ala anteriore. Ora dobbiamo metterci alle spalle tutto. Nem tudják levenni az első száját. Szerintem a váltó nem csinálta semmit. Evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Működik a váltó. Mégiscsak. Nem tudom, kinél van a leggyorsabb kör. Hát én se. Talán Pereznél. A Perez is 15-dik, úgyhogy ő is kapja meg a pontot. Igen, Pereznél van 1.49, 2.52. Hamilton volt hozzá a legközelebb, ő 5 századdal lassabb csak, de médiumon van, 7 körös médiumon van, biztos nem fogja tudni megdönteni, úgyhogy nem érdemes erőködni. Quattro giro ora van carburante. Érdekes, hogy a váltó az így helyre jött. Lila szektor. Il
distacco dalla vettura davanti è 12,2 secondi. Smith con 500 secondi, ma viene. Ah. Non si vuole. Sembra che ho avuto altro. Okay. Abbiamo carburante sufficienza per altri due giri. Due giri. Stacco dalla vettura che ti precede è 10,0 secondi. Lewis. Helyett jött előre, 8-at. Volt káosz neki, igen. Állítom, hogy ez is valami bug, hogy a váltó itt úgy működik most, mintha új lenne. Mi a fasz, mitől jönne helyre? De most ugye őszintén. Hát jó. Kijöttél a pitbe és utána semmi baja. Azóta. Bassza meg ezt a futamot. Nálam az a képernyőmön kipördültél a célba. Gondoltam rá, hogy mert csinálom, bassza meg. Ezek szerint az ilyen gondolatolvasógép. Nálad ment tovább, nálam kipörd. Az ilyen gondolatolvasó amúgy. Lewis behúzta. A versenybíróságot elő fogják venni. Kiderült, hogy Michael Masi belopózott az elmúlt két futamra. És áruhában.
ült a stewardok között fent. És random püfölte a disqualify gombot. Igen. Ó, Istenem. Bár nekem gyanús, hogy a Lewis Hamilton kutyája volt. Rossz kód. Aztán az random nyomkodta a gombokat. Safety car. Box box. Error occurred saving the highlights reel. The file was not created. Hát jó, hogy nem is mertek erről fájt csinálni. Nem akarnak bizonyítékot a hibákra. De amíg kaptam 8 pontot a sprint miatt. Vagy mi ez az SR? A sprintet megnyerted. Aha, sprint race, 8 pont race. Igen, ott, igen. Ott, igen, ott látod, hogy külön van a sprint, és akkor igen. A race result. Nem jöttünk pont nélkül el, de... Most Lewis most lenyomott. Bár nem, plusz négy volt. Úgyhogy még 6-5-re állok a... rivalry-ben. Megbaszod a kurva anyád. Liberty Media. Még nagy feeling volt az a Formation Lab, de hát be kell áldoznunk, mert ez így nem oké. Okay. Be kell áldozni. Advanceljük a time-ot, és akkor megnézzük a beállítási lehetőségeket. Miami fog következni. Egyébként. Jó. Most... A chassisre amúgy nagyon nyomni kéne. Plank. Illetve cockpit weight reduction. Lássuk ezt a grafikont, bár most... Kettőt nyomtam rá. Fejlesszük ezt is. Aero. És akkor mi nem volt, még powertrain nem volt. Igen. Department capacity reached. Akkor most tartogatjuk ezeket a pontokat. Vehiculario-ban hát szerintem nem kockáztatok én ezzel a motorral meg a váltóval se. Befitteljük. There is no penalty for this action, írja is. És ezért sincs, hát én váltott... De ilyenkor még pending, és akkor majd átfogja a következő izénél. Váltó meg motor akkor. Na, customization el ne felejtsük. Driver profile. Audio name. Na. Ész, Ali. Nézzünk, ami G betűnél mit találunk. Ott volt a Black Mamba. Gardner, Golden Boy. Graham, Grey, Green, Grim Reaper. Egy ilyen Golden Boy csak. Golden Boy. Goose. Goose? Az jó lesz. Oké. Okay. A liba. Egy hülye liba. Oké. Christy és Goose. Nem rossz ifjúsági regény, basz. Te a ludas, Matyi. Aston Martin verzió. Ludas Matthias. Na, és nekem akkor... Nekem Matthew-nak kéne lennem? Ludas Matthew. Hol tudunk? Akkor állítani nem itt tudunk, majd csak a... részvikendél? Menübe. Nem? Na, várjál, menü. Nem. Settings. Settings, így is van.
Rules and Flex-be van ez? Formation Lap. Hát sajnos meg kettő, vagy az immersívet, ha esetleg mi... broadcastra rakjuk, az mit jelent? Broadcast Lap Mixing Capture, az Essence of the FM Broadcast. Na, az jó, akkor körbe mennek, gondolom, és úgy beáll. Nézzük meg a broadcastet. Igen? Hát, ha nem szívhat. Vállaljuk meg. Hát nézzük jó. meg. Aztán Max utána kikapcsoljuk, ha az is szar. Jó. Akkor a race weekendre elmegyünk, szerintem, és akkor utána kilépünk. De szerintem mennyi ez után, vagy két versenyt, mert így neked nem jó. Most muszáj, hogy két kört mennyi. Vagy csak menjünk egy rendes versenyt így, mert... Ketten. De már fél 12 múlt. Hát azért mondom, hogy verseny azért belefér úgy minden nélkül. Azt mondod? Persze, hogy ne az legyen, majd nem versenyeztünk. Workstationben a masszázsokat elolvassuk. Jó, weather report. Hát a verseny az egyenesős lesz Miami-ban. Az jó. Úgy tűnik. Na, akkor vegyük fel ebbe a videóba a versenyt is, legyen benne. Legyen nem benne tudom. A kedves nézőknek. Kedves rádiónéző gyerekeknek. Hol menjünk versenyt? Azt tudom, hova kell most menni. Sima Máj... multi? Ja, mhm. Adja. Hát... van már elme... Van már el... F1 World. Van neked valami elmentve. Igen. Valami. Garage Play... Multiplayer Grand Prix. Create Session. Invite Only. Melyik volt az... A Melbourne volt, ahol először diszkvalifikált, nem? Igen, ott volt az első kanyarban. Na, mert faszért nem tudok. Még create-elni se tudok session-t. Jó, settings. Save and load. A test betöltjük, de akkor itt is megnézzük, hogy... Ne legyen immersív. Megnézzük, legalább kiteszteljük, hogy mit jelent ez a... ez a fajta dolog. Viszont ugye... Rules and flag. De hol van a rules? Itt. Safety cap, pit stop experience, immersive, formation up, off-on van eleve. Ja, mert a race distance miatt lehet. Ami... Nem a track selectionnél, hanem a weekend structure-be. Short. Starting realistic. Igen. Qualify, nem. Weekend structure standard, oké. Igen, on, és akkor broadcast, és nézzük meg. Jó. Ezt is elmentjük most így. Mit csináltam? Settings, track select. Küldtem invet. El is fogadtam elméletileg. Invito Cucciano jön. Itten vagy, jó. Hát akkor ready. Default az jó. Start race. What? Nem raktam. Ha itt.
Na várjál, de legalább kiderül, hogy az utolsót kibassza-e. Ilyen szempontból jó. Sajnos F1 World-ös autóval vagyunk? Tehát hogy? Mi történt? De nem is ez van beállítva, hogy F1 World-ös, az presetben nem ez volt. És akkor itt most ilyen izével, ilyen. Tapsolnak a nézők. Hát óriási. Elég sokan kijöttek, hogy megnézzék a csatát. Semmi nem lehet ezt... Megnyomtam. Aha, megnyomom a gombot, akkor idehoz. Possible strategies. Még itt legalább tényleg annyiból jól kiderül, hogy kibassza az utolsót. Most a kanyart mutatja. Mint az az amerikai nagydíj, ahol nem álltak ki a gumiból. Igen. Igen. Na. Jó, elengedett. Elengedett. De akkor indítsunk egy rendes futamot? Igazából csak azt akartam kideríteni itt, hogy kibassz-e. Nem baszok ki. Nem. Hiába másodikról indított. Na mi legyen? Indítsunk aikkal? Indíthatunk egyet. Jó. És mi van, most kiesik mind a két versenyző? Én túléltem valahogy. Na jó. Pedig megpróbáltam neked menni. Retire from session. Én is. És ki gyert? Szóval is egy bíráknak meg kell állapítani. Én voltam előrébb, bár háttal álltam a pályának. De csak azért voltam előrébb, mert elmentem mellette a baleset helyen. Nyertél. Yeah. Micsoda csata. Igen, na de most mi a faszére állított el mindent? Na miért, minek lehet elmenteni, ha nem... Igen, el volt mentve, hogy ne fegyverben. Igen, itt csak live-edit lehet választani. Mert nem az van beállítva. Equal performance friss van ráadásul. Tehát nagyon még azt jó. Is elfejtette. Ott van World Car. Az equal performance-t is ki kell kapcsolni. Az nem tudom hol van. Ez egy vicc. Weekend structure az oké. Okay. Rules and flags. Hol van az equal performance? Simulationben. Igen, megvan. Ki van kapcsolva a car damage? És visszakapcsolhatod. Azt nem kapcsolhatok itt be. Ilyen reduce-tól. Igen. Mehet a simulationre minden. Off for griefing. Mi? Nem. Volt másik szám is. Nem tudom, mivel lehet lenyomni a következő trackre, van valami gomb, de... Ez inkább ilyen drama face. Na. Most nem néztük, nem választottunk csapatot. Mindjárt le van szarva most. Én választottam. Igen, akkor oda rakod, gondolom engem is. Hát, talán. Na, Williams nem, vagyok. Én bebasztottam Williams-be. Jó, nem van. Na, te mi vagy? Aston?
Én a Löki Ferrari-ára voksoltam most. Kárszakam. Jó. Jó, az a nagy kérdés, várjál, hogy az asszisztomba benne van-e nekem a medium traction control, jó, benne van. Jó. Elindult a formáció, és én mondjuk megnyomom, hogy... Hányadik helyről indult? Én negyedik, te hol vagy? 11. Nem sok jót jósolok magamnak ennyi bénázás után a mai nap. De hát, lesz valami izgi. Baszatási. Itt még kell díjutatni a kanyart? Ah. Milyen érdekesen mozognak az autók. Nálam egy oldalirányba így rezegtek ilyen Parkinson kórusok. Underbody damage. Meg izé rázó kövesztet. Na, nekem jött az Aston Martin kanyarba. Warning collision with Alonso, oké. Terminál damage. Neked is? Nem. Azt a mi történt? Hé! Hó! Hé, mi? Hallod? Reduce speed, mert safety car, és hátulról úgy nekem jöttek, hogy nekilöttek a falnak, és kitört minden kettkem. Mi nálad már befejsz, már izé van. Ez kész. Szerintem ezt hagyjuk be, azt mondja, most már ez off-post, tehát ez... Megőrülök be, azt mondja. Megpróbálom elmenteni. Jó, legalább nálam is a Science-nél. Na, megnézem a replay-t. A replay-t azért hol? Nézünk. A replay-t nézni. Akkor nem fogod látni, amit velem műveltek utána. Advance. De most nincs replay. Nem is adott be replay-t. De ez mi? Csak 4 DNF volt. De most nem volt replay opció. Verstappen is terminál damage-et kapott. De miért nincs replay? Nem, kész. És már ki is baszott a lobbiba. Igen, na jó. Játék úgy van vele, ne. Ezzel ne akarjatok, hogy kell. Úristen. Jaj, anyám. Na jó van, szerintem nekem elég volt ez. Mára köszönjük szépen mindenkinek, aki végignézte ezt a videót. A következőt nagyon várjuk. Szerintem, hogy most már legalább el tudjunk indulni. Mind a ketten megkapjuk a licenszet. Várjál, most az megnézem, a tiét ördben nem mentett el? Magától? Semmi. Hát hogy mentette volna?
Fél, konkrétan ugye, egyből ugye mínuszba voltam a deltával, pirosba, lelassítottam, hogy zöldbe legyek, tartottam a tempót, és utána padlógázon nekem jött az egész mezőny. A two-player karrier van elmentve Ausztráliából. Highlights-ba, replay-ben meg az se. Mennek a picsába. All clips. Na jó. Cső mindenkinek. Ciao.